Az ukrán-magyar határszakaszon 4509-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3263-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott szerdán reggel az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 135 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Vonattal 30 ember, köztük 19 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve, tudatta az ORFK.